köszöntöm vendégeinket és minden kedves megjelentet a Magyar Kultúra Napi alkalmából rendezett ünnepségünkön. Műsorunk kezdeteként énekeljük el közösen a himnuszt, zongorán kísért Varga Dávid.
Kérem Vancákné dr. Nagy Nikolett jegyzőasszonyt, mondja el ünnepi gondolatot. És szeretettel köszöntök minden jelenlévő ünneplőt. Mindinkább gyorsuló ritmusú életünk rohanó tempójában egyre jelentősebbek azok az ünnepek, amelyek megállásra, elgondolásra késztetnek bennünket, bevilágítják, beragyogják hétköznapjaink szürke egyhangúságát. Különös jelentőséggel bírnak az olyan eseményekre emlékeztető napok, amelyek irányt szabnak egy nép, egy nemzet számára, amelyek szembesítenek önmagunkkal, feltárják nemzeti múltunkat, mélyítik önismeretünket, és utat, irányt mutatnak a jövő felé. Ilyen ünnepünk a Magyar Kultúra Napja, amelyre minden év január 22-én emlékezünk. S hogy miért? Mert ezen a napon született meg egy szatmárcsekei nemesi birtokon nemzetünk himnusza 1823-ban, tehát immár 189 esztendeje. A himnusz egy ünnepélyes hangú, leginkább Istenhez szóló költemény. Ha önmagában nézzük, nem különösebben ünneplésre méltó, hiszen akkor minden irodalmi műfajnak szentelhetnénk egy napot. Ez a himnusz, amelyet Kölcsey Ferenc, a magyar reformkor írópolitikusa alkotott, azonban a miénk, magyaroké. Ha ünnepélyes alkalmakkor felcsendül, az Erkel Ferenc által 1844-ben megzenésített formában, legyen a sportesemény, nemzeti ünnep, vagy a szilveszteri pohárcsendülés, valami meghatott érzés vesz rajtunk erőt, megállunk, nem csak a szólásban, hanem önkéntelen, belső indítatástól is. Igen, ez a mi nemzeti létünk, sorstörténetünk szimbóluma. Sokak véleménye szerint talán egyetlen nemzetnek sincs ennyire szomorú, fájdalmas hangú himnusza. Ennyire pesszimisták lennénk? Talán igen. Hiszen, mint a mű, a szerző által külön kiemelt alcíme megjelöli, a magyar nép zivataros századaiból. Mert népünk történelme valóban zivataros, évszázadokon átívelő küzdelem és szenvedés történet, melyet gyakran nem csak külső erők, hanem magunk okoztunk önmagunknak. Mert miről is szól a himnusz? Nemzeti bűnökről és jogos büntetésről, bűnhődésről. A magyarságot, őseinket, Isten gondoskodó szeretete vezette erre a szép, bőségesen termő gazdag tájra, életteret, életlehetőséget biztosítva számunkra. Vezette a fegyvert emelő kart, ha ellenség támadt ránk, segített a talpraállásban, az újrakezdésben, ha a tatár vagy török dulta országban a magyarság földön futóvá vált, s nem lelé honnyát a hazában. Ám a kegyosztó Isten haragját jogosan éreztette az önmagával békében élni nem tudó magyarsággal. A versben felsorolt pusztulás víziók közül a legmegrázóbb az önsorsrontás és annak következménye a nemzet pusztulás. Hányszor támadtam fiad, szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt, magzatod hamvedre. Isten kiengesztelhető, megbocsátó, a bűnöst megszánó, áldást adó. De hát feltétlenül így kell élnünk? Önmagunkat tépve, marcangolva, Zrínyi szavaival élve, bűnökben fertezvén? Ma a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. A kultúra, mint fogalom, jelenti az emberi társadalmak által létrehozott anyagi és szellemi javak összességét, ezen belül a műveltséget, az igaz, valós értékek megbecsülését, emberhez méltó magatartásformát, civilizált életet. A kultúra nem rombol, hanem alkot, építi, gyarapítja az anyagi és szellemi javakat, ismereteket. Önismeretre serkent, megbékélésre int egymással és önmagunkkal szemben egyaránt, útmutatást ad, hogy el tudjunk igazodni és élni az ember által alkotott szépségek erdejében. Nagy alkotóink, politikusok, írók, költők segítenek és segítettek ebben, köztük Kölcsey Ferenc, egyik a legtisztább jellemű politikusainknak. Híres művében, melyet unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz írt, olyan gondolatokat fogalmaz meg, melyek ma is érvényesek. Szeresd a hazát! Szeretni az emberiséget, ez minden szívnek föltétele. Az emberiség egészének mindegyik tagja rokonunk, szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán számot tart. De bizonyos helyhez kell kapcsolódnunk. Tekint szívedbe, s ott leled a természettől vett tudományt,
mely egy hazához láncol. Aktív, tettekben megnyilvánuló hazaszeretet, igaz emberség, a kultúra megbecsülése és gyarapítása a cél. Az erény áldozattal jár. Feláldozásával pillanatnyi kényünknek, önhasznunknak, gyűlölségünk elnémításával, megbékéléssel, a munkás, tevékeny életvitel gyakorlásával. Erreint kölcsei és nemzetünk számos nagy alakja. A Magyar Kultúra Napját akkor ünnepeljük méltóan, ha megfogadjuk tanácsaikat, és aszerint élünk, teszünk, cselekszünk. Példájukért övezze nevüket a hála, a tisztelet és az utókor, jelenkorunk köszönete is. Hazaszeretet. Egyik az ember tiszteletre legméltóbb érzelmeinek, de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk. Minden áldozat kicsiny azokhoz képest, amiket a hazának kívánni joga van. Mert tudd meg, ez szóban haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész összessége. Oltár, atyáid által Istennel építve. Ház, hol az élet első örömeit ízleléd. Föld, amelynek gyümölcse táplált. Föld, megszentelt föld, amely majd befogad. Köszönöm a figyelmet. Folytatásaként hallgassuk meg a Mészáros Lőrinc Közvetlenes Iskola ünnepi műsorát. Az énekkar következik és az irodalmi színpad. Van egy dal, amit előbb megtanulsz, még mielőtt a tartalmát megértenéd. Amíg pici vagy, csak hallgatod. A televízióban, mikor a győztes magyar sportolók tiszteletére felkúszik a rúd csúcsára a piros-fehér-zöld nemzeti lobogónk. Vagy az iskolai és városi ünnepélyeken, ahol tiszteltadással és megadottan éneklik együtt a résztvevők. Aztán egy idő után magad is megpróbálod énekelni, és egyre biztosabban dalolod a többiekkel. Amire az iskolába tanulsz róla, már ismered, szereted, hozzá tartozik ez a dal, a magyar himnusz. A himnusz Kölcsey Ferenc költeménye, olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az e-hazát szerető, védelmező és érte meghalni és kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit és véres küzdelmeit, veszteségeit. A bevezető és a záró verszakokban pedig Isten hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében élhessen a földön a magyar. Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen Istenhez szóló védelmet kérő nem akar. Ezért is nevezzük Kölcsey himnuszát a magyar nép imádságának. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Január 22-e jó alkalom arra, hogy felidézzük Kölcsey Ferenc alakját és a kort, melyben jelszavaink találnak haza és haladás. A magyar kultúra egy idős Magyarországgal, a magyar nép életét, gondolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja. Kultúránk mutatja, bizonyítja eredetünket, létünket, a múltat tisztel ajánlva, s tartsd a jövőnek. Majd Hényi Flóra, mi a haza részlet? Minden, amit a szembe lát, itt a föld, mely kenyeret áld. E folyók tele halakkal, e szőlőhegyek falvakkal, ez a haza. Amerre a hegylánc kéklik, merre a bereg sötétlik, merre a róna kanyarul, melyre a kék ég leborul, ez a haza. Hol egykor őseink laktak, itt csatáztak, itt mulattak, ahol a határt ők szabták, s örökségül ránk hagyták, ez a haza. Ez a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová, bármerre járunk, mindig vissza-vissza vágyunk, ez a haza. Mindenki a szülőföldjét szereti elsősorban, többre tartja a földkerekség más tájainál, és honnának minden szülöttje, leginkább az övénynek életét vágyik megismerni.
Légy ember, ez a cél, légy magyar, ez a legjobb eszköz. Sajó Sándor, magyarnak lenni, részlet. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Magasba vágyva, tengni egyre lent, mosolyogva, mint a méle őszi táj, nem panaszolni senkinek, mi fáj. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Küzdelmet, fájút, véges végtelent. Születni nagynak, bajban büszke hősnek, de döntő harcra nem elég erősnek. Úgy teremtődni erre a világra, hogy mindig vessünk, de mindig hiába. Hogy amikor már érik a vetés, akkor zúgjon ráírtó jégverés. Babits Mihály, 1940, részlet. Mi minden voltál már nekem, édes hazám, de most érzem csak, hogy mi voltál igazán. Most érzem, hogy nincs hely számomra hely, és mi börtönnek látszott szabadság tornya lett. Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa, mint fához a levél, hultamig kapcsolva. Mert nem madár vagyok, hanem csak fa levél, mely ha fája kidőlt, sokáig ő sem él. Anyanyelvünk, legdrágább örökségünk, ha magyarok akarunk maradni, ragaszkodnunk kell nyelvünk helyességéhez és tisztaságához. Ez érdemes feladat. Ábrányi Emil, magyar nyelv, részlet. Ó szép magyar nyelv, aki egyszer téged ajkára vőn, többé nem dobhat el. Hatalmas szép nyelv, magyarnak nyelve, maradj örökké nagy és virágzó, kísérjen áldás, amíg világ áll. S legyen megáldott, az is, ki téged ajkára vesz majd, elsőt rebegve, végsőt sóhajtva. Az elhangzott gondolatokat nem csak eszünk el, szívünkkel is értenünk kell. Reméljük, eljutottak-e szép szavak lélektől lélekig.